Sziasztok, üdvözletem minden, Szolnok határában vagyok éppen, és ami miatt itt megálltam, errefele a 32-es úton. Itt mindjárt mutatom, az itt az előttem lévő 400 kV-os mobil elektromos elosztóállomás, ilyet még úgyse láttam közelről. Lássátok felé, így néz ki egy 400 kV-os állomás. Ezek szerintem ilyen 400 kV-os meg 120 kV-os távvezetékek. És ott előttünk meg van egy hatalmas nagy trafó. Na mindjárt megnézzük kicsit közelebbről. Hát itt ezen a környéken eddig lehet eljutni. Azt nézzétek, igen, ez egy mobil alállomás, és az is egyébként 400 kV-os. Azt próbált meg oda bezoomolni. Az a hatalmas nagy trafó szerintem egy 400 kV-os lesz. Ott van egy kisebb, ami szerintem 120 vagy 25 kV-os trafó. És hát sokkal többet innen nem látni. Erre vannak a villanyvezetéket, meg itt a kerítés, de majd még szerintem a másik oldalról meg tudom kerülni, és akkor majd még onnan megpróbálok bevideózni. De egyébként innen csak ennyi, ott ahol az a fehér autó megy, ott van egy földút, tehát szerintem ott meg lehet kerülni a másik oldalról is. De ezt mindjárt megnézem. Kicsit feltámadt a szél, de azért remélem, hogy engem is hallotok majd. Na ezt nézzétek, így néz ki. A másik oldalról megkerülve, és akkor mi akarodnak oda zoomolni. Ez az a hatalmas nagy trafó. Ez biztos, hogy 400 kV-os. És nézzétek meg ezeket a hatalmas nagy villanypóznákat, tehát ez tudja, hogy 700 kV-os, vagy 700, nem, 400 kV-os. És akkor itt vannak még ezek a, még egy trafó. Hát most így nagyon közelebb az a baj, hogy nem tudok menni. De ez így is érdekes. Mert közben hatalmas nagy szél van és esik az eső. Mindjárt mondjuk még ezt a villanypóznát mindjárt megnézzük, mert ezen van felirat, hogy pontosan annyi, de ez a nagy. De ez biztos, hogy 400 kV-os. Akkor egy kicsit közelebbről is megnézzük. Kármét, azt megpróbálok rá zoomolni, de ez csak a kapcsolókert lehet így ránézése, meg ide futnak be ezek a nagy villanypóznál a vezetékek. És ott van egy hatalmas nagy trafó, és szerintem ott a 400 kV-ból csinálnak 120-at, meg középfeszültséget, 25 meg 30, meg esetleg 20 kV-ot, és akkor azok mennek innen tovább. Tudjátok, és a nagy trafó az ott van. Ennél nem lehet megközelíteni. Tehát a Szántóföldön nem akarok rámenni, mert esik az eső, aztán szerintem sár. Vezetékek meg arról jönnek. Az egyik 400 kV-os az Alberti, és már jön a 750 kV-os transformátor telepről. Na, még ma lehet, hogy azt is megnézem, hogy sikerül megtalálni. És akkor nagyjából tudom, hogy hol van a GPS, meg csak Alberti és sát ismeri. És egyébként az a legnagyobb, meg egyébként Alberti és sától az egyik vezeték az itt Szolnokon keresztül megy Békéscsaba a fele. Meg megy egy másik Maltonvásár fele, meg egy Göt fele. Meg azt hiszem van egy negyedik vezeték, ami Szlovákiába megy onnan a 750 kV-os vezeték, az meg Ukrajnából jön. Úgyhogy akkor ez a kis rövid videó az ennyi lett volna innen a 400 kV-os alállomásról. Azából itt jöttem emellett, és akkor voltam, hogy idén meg belefér, miért ne nézzem meg. És megpróbálom megkeresni az Alberti és Sait is, hogyha sikerül, akkor arról is lesz videó. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!